Sziasztok srácok, Sándor Golf vagyok a War Thunderből, és megjött az első rank 4-es olasz vadászgépem, C205N, 3 darab 20 mm-s MG-151 és 2 darab 50 kaliberes Breda Safet olasz géppuska a német képágyuk mellé. Sajnos, hogy a rank 4 az már egy brutális terület, itt a latest and greatest, tehát a legfejlettebb speedfire-ek, tempestek meg egyéb szűrnyetegek vannak az égen, úgyhogy mertem volna pontot húzogatni, arra koncentrálni, de engem jobban aggaszt az, hogy ki fog minket az alatt oldalba kapni. Na, nézzük meg ezen a Halifax vadászgépen, ha be tudom fogni, feltéve mi nem menjünk a legnagyobb tűzelővel. Hoppa, erre elnubolom. Hűha! Szétkapták a fiúk. Nyomunk egy újratöltést. Boom and zoom. Hát, nem igaz. Nem könnyű az itt az olasz maffia élet se. Sok fraggel közül, legalább az ágyúink mindjárt töltenek. Teljesen stock a gép, abszolút. Semmi nincs goldozva rajta. Úgyhogy Halifax. Húha, hát ez nem egy Fiat G55. Ez azért nem úgy fordul. Spitfire-ektől jobb a félni fogok, úgy látom ezzel a géppel, mert csak a tűzerőm lesz meg hozzájuk. Ha ki lesz hullozva is, de igen, emelkedésben, motor teljesítményben, fordulásban, pár pillanat az adatai azok nem jók. Csak a tűzelőnk tűnik impozánsnak. Ó, tese, óvatosan észre. Azt is sorozott a kedvenc kitüntetésem, mondjuk így. Nem igen tudom vele megszokott olasz stílust hozni, stílusomat hozni, hogy én hogyan használom az olasz gépeket. Lényegesen máshogyan kell majd rákészülni egy-egy repülőgépnek a befogására. Tűzönünk az legalább teszi a magáét. Nyomom a reloadot. 3-20 mm plusz 250 kaliberesre lehet alapozni. Hát ez a fordulékon sem megemelkedés, az problémásabb lesz. Reméljük, hogy ez is belép majd nálam a büszke Speedfire gyilkos klubba. Ez a legtöbb gépen mellőttem már a Speedfire-t. G55-ökkel egy igazi Speedy specialista vagyok már. Kaptam is a gyász jelölést. Ó,
Tekel, mint a nyúl a szántásba. És még mindig rajta a gyerekek. Na jó, most bukdácsoltunk be. Egy kill, 3 assist. Nagy a Speedfire kapott le minket az égről. G55. Széri 1. Ugye a híres 3 boost milissel szerelt G55S Premiumnak ő a Tactics testvére. Bámultas forduló képességre lehet alapozni vele. Imádom a fiatokat. A németek is azt mondták a második világháború alatt, hogy egyértelmű jobbak mondja Fokkérén, mint a Messerschmitteknél, és a szövetséges pilóták is jobban tartottak tőlük. Kisebb gondok a között a széria az elején, főleg mint a rádiókommunikáció, úgyhogy... Az orosz állógépnek is volt a gyengéi. Mondják, hogy viszonylag hajlamos túlmelegedésre, ami igaz is, lehetne. Csak a kurva jó hűtésünk is hozzá. Egy olyan probléma igazából az orosz gépek, ami nem probléma. Csak itt már bekerültünk egy olyan találóba, ahol mindenkülön mindenkit keresztül kasul. Mafioz alaposságával megnézzük, hogy better watch my back. Mögöttünk, felettünk nincsen már valaki. Ez kellemetlen, amikor már spawnon. Záporozik a szar. B51, ott van vissza. Kilőtték. Jó, semmi vész. Kikülünk a légútnak a tűzpásztájából. Hú, azt kapta az ivet. Az a baj, nem csak tőlem. Nyomunk egy reloadot. Igen, nem, hogy már messzes, mit ebbe tudjam fogni. Hát, C200N2. SG-un 100-at, jelvényen röpül most már ő is, rank 4-be vagyunk. Nagyon várom az olasz földi egységeket egyébként. Na tudom tudni, hogy egy 3 darab 20 mm-es MG-161-es német gépágyú és 50 kaliberes beraszafat géppuskákból plusz 2. Adja ezt a brutális tűzerőt. Jó lesz ez gyereket, csak másképp kell vele harcolni, máshogyan kell helyezkedni vele, mint egy G55-es Fiattal. Hát addig is köszönöm, hogy velem vagytok, srácok. Ciao.